Köszöntelek akkor titeket a Kressz Parkba. Ez a park azért épült ide fel, ugye a rendőrség és a helyi önkormányzat együttműködésével, hogy megtanuljanak a gyermekek, illetve ti is itt szabályosan közlekedni. Mire kimentek ugye a rendes közútra, akkor ismerjétek a szabályokat, és helyek közel megtanuljátok a helyes közlekedést. A Berettyóújfalu rendőrkapitányság közlekedési osztályának munkatársai is segítettek a diákoknak október 18-án a bűnmegelőzéssel és egészségvédelemmel foglalkozó napon. A sokféle program és helyszín között a Kressz Parkban például a közúti közlekedés szabályaival ismerkedtek. A rendőrség mellett a mentők, tűzoltók, polgárőrök is bemutatták hivatásukat, sőt, mint Kurtán Mónika igazgatótól megtudtuk, a kórház munkatársai, a védőnők is tartottak előadásokat, és a többféle téma között még az első segély is szerepelt. Szombat van, és tanításmentes munkanapot tartunk az éves munkatervünk alapján. Ez rendkívül fontos számunkra, hogy a gyerekek ne csak a tantárgyakkal bővítsék ismereteiket, hanem más civil szervezetek bevonásával történő programokkal gazdagítsuk az ő értékrendjüket. Ebben óriási segítségünkre van a programok megszervezésében az AVP Hungary Közhasznú Egyesület, akinek egy közel 40 milliós pályázata keretében másfél éven keresztül zajlanak a programok intézményünkben. Így van ez a mai nap is, amikor a gyerekek nem a tanulással, hanem ezekkel a programokkal vannak igen színvonalasan lekötve. A kora délelőtti órában karate bemutatóval kezdtük a napot, ezt követően az alsó tagozatosaink, az iskola udvarán a tűzoltóság, a rendőrség, a polgárőrség, illetve a mentőszolgálat autóit és munkáját ismerhették meg. Itt szeretném megköszönni az ő támogatásukat, jelenlétüket. Ezzel párhuzamosan a felső tagozatosoknak előadásokat, bemutatókat tartottak a szakemberek. A kisebb évfolyamokon a bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadások zajlottak, de védőnő is tartott előadást. Ezen kívül a rendőrség helyszínelési technikákat mutatott be, illetve a kórház segítségével első segélynyújtó bemutató is megvalósult. Majd a program második részében a felső tagozatosaink forgószínpadszerűen kipróbálhatják magukat, pingpongverseny, íjászat, kerékpáros vetélkedő, illetve az egészséges életmódhoz is kapcsolódó vércukor, vérzsír és vérnyomásmérés is zajlik. Az alsó tagozatosak pedig a nemrégiben átadásra került kresszpályánkon a iskolarendőr segítségével kipróbálják bicikliaikkel a kerékpáros közlekedés szabályait. Egész nap a szülők felkereshetik intézményünket, mert a városi véradóállomás a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének segítségével véradást bonyolít le intézményünkben, és szüleinknek is szeretném megköszönni, hogy így első véradás szervezés tekintetében is közel 30-an megtiszteltek jelenlétükkel, és szolgálják a beteg emberek egészségét. A nap végén rendvédelmi bemutató zajlik a Besenyei György szakközépiskola rendvédelmi szakos tanulói mutatják be tudásukat. A különleges napon a József Attila iskola szinte valamennyi diákja részt vett, a tanárokkal, segítőkkel és szülőkkel együtt majd csak 600-an töltötték hasznosan a tanításmentes, de mégis ismeretszerzéssel telt napot.